Először is a Talentum Alapítványról fogunk beszélgetni. Itt van velünk Zsivkovicsné Gyenes Krisztina ügyvezető igazgató. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Egy picit pár szóban talán az alapítványról legyen szíves beszéljen nekem. Jó. A Talentum Alapítványnak a teljes neve az, hogy Talentum Alapítvány az önkéntesség támogatásáért. Ebből ugye kiderül, hogy az önkéntesség a fő profilunk, illetve a másik terület a civil szervezetek támogatása, képzése, felkészítése. Az önkéntesség területén két nagy területen dolgozunk, külföldi önkéntesekkel és a hazai önkéntességgel, ami egyébként Szegedre és Csongrád megyére fókuszál főleg. A vírus helyzet ez mennyire könnyítette vagy nehezítette meg a munkájukat? Ugye egy alapítványnál egy csomó minden ugye programra gondol az ember, azok valószínűleg inkább elmaradtak, de talán máshogy ezt pótolhatták ezeket az elfoglaltságokat, ugye? Igen, hát meglepő volt a vírus helyzet, hiszen önkéntesekkel dolgozunk, az önkéntesek nagyon sok helyre, idősekhez, kórházakba járnak be, óvodákba, gyerekekkel foglalkoznak. Ezeket be tudtak jutni? Nem, természetesen ezek azonnal megszűntek, és akkor hogy mi is elgondolkoztunk azon, hogy akkor hogyan tovább. A civil szervezetekkel foglalkozás könnyebb volt, hiszen online térbe át tudtuk rakni a programjainkat, online workshopjaink voltak. Például ezeket hogy képzeljük el? Ezt úgy képzeljük el, hogy úgy érdemes elképzelni, hogy egy olyan workshopunk volt, civil szervezeti munka, vagy ifjúsági szakembereknek, hogy hol vannak a fiatalok, amikor az online térben vannak. Ezt a témakört dolgoztuk fel, nagyon izgalmas volt egyébként. Tehát, hogy bocsánat, hogy milyen oldalakat látogatnak? Igen, és ennek az volt az érdekessége, hogy a fiatalokat kértük meg arra, hogy mutassák be 19 éves fiatalokat, hogy kik azok a youtuberek, vagy azok az influencerek, akiket ők néznek, és ez nekünk ilyen ifjúságsegítő szakembereknek ez nagyon izgalmas volt, és ez azért is volt izgalmas, mert online térbe került ez a program, de hát a fiatalok eleve az online térben vannak, és mi is ide kényszerültünk, és így megéltük, hogy milyen nehéz nekünk, idősebbeknek ebbe az online térbe mozogni. Ők meg pont arról számoltak be, hogy ők napi szinten ott mozognak, és ez nekik milyen egyértelmű és könnyű. Milyen tapasztalatokat szűrtek le? Ha már itt tartunk, ez egy érdekes dolog, hogy akkor ebből mi jött ki, mit látogatnak meg? Az a dilemma merült föl, hogy tulajdonképpen az ifjúsági szakembereknek, vagy az idősebb korosztálynak azt kell megtennie, hogy a fiatalokat lehozni ebből az online térből, és ugye valós dolgokat mutatni nekik, vagy nekünk kell utánuk mennünk, és ott kell velük találkoznunk, mert ők már onnan nem olyan könnyen térnek vissza, ez egy nagy dilemma volt. De azon gondolkoztunk, hogy hogyan válhatnánk mi, ifjúsági szakemberek, youtuberekké, és mi is úgy befolyásoljuk a fiatalokat azokkal az eszközökkel, amiket ők néznek és hallgatnak. Erről nagyon sok érdekes beszélgetés zajlott köztünk. Természetesen szeretnénk offline térve is megrendezni ezt majd jövőre, amikor így lehetőség adódik, mert azért sokkal jobban lehet vitatkozni, érvelni, dilemmázni együtt egy közös térben, egy kávé meg egy sütemény mellett, azért az idősebb korosztálynak mégis ez a valós közege. Elfogadják ezt? Ugye mondjuk a mi korosztályunkból, akik már majdnem, sőt, hát az anyukájuk lehetnénk? Tehát elfogadják hát azért nem. Ötleteiket, véleményeket? Nehéz egyébként, de nekünk ez nagyon idegen ez a közeg, talán az derült ki, meg olyan meglepő is, hogy olyan gyorsan váltogatják a felületeket, hogy ez nekünk egy kicsit nehéz idegen. Követni. Igen, de hát valamennyire nem lehet úgy már, mint ők, de azért valamennyire azt tapasztaljuk, hogy meg kell, hogy tanuljuk, meg kell, hogy értsük, hogy mit csinálnak, ahhoz, hogy valahogy szót tudjunk érteni velük. Arról van tapasztalat, hogy mennyire veszélyes, ugye nagyon sokat halljuk, hogy túl sokat vannak az online térben. Most ugye még rá is kényszerülnek a pandémia miatt, de ugye ennek mindig a veszélyeit halljuk. Igen, de valójában mi ezzel a területtel annyira nem foglalkozunk, illetve hát szakembereket hívunk, hogyha ezt a területet vizsgáljuk, ebben mondjuk én itt civil szervezeti munkatársként nem tudnék úgy nyilatkozni, de valóban valószínűleg ennek van veszélye. De hát ezek vannak szakemberek, akik ezzel foglalkoznak, és akkor őket próbáljuk meghívni, hogy elmondják, hogy mitől féljünk valóságosan, és mitől ne féljünk, mert attól már rég nem kell félnünk, mert azon már túl vannak a fiatalok. Karitatív tevékenységeket is végeznek, ugye? Igen. A vírushelyzet alatt, amikor beszűkültek a területek, akkor tulajdonképpen azt döntöttük el, hogy az idősek beszorultak a lakásokba, és nagyon féltek, teljesen jogosan, senki nem tudta, hogy fog ez a vírushelyzet kialakulni, és tisztasági csomagokat osztottunk az időseknek, más civil szervezetekkel együttműködve, hiszen mi direktben idősekkel nem dolgozunk együtt, de önkénteseket kértünk meg, és csomagoltuk a tisztasági csomagokat, ezeket eljuttattuk idősekhez, és azt a visszajelzést
kaptuk, hogy nagyon megnyugtatta őket, hogy maszkot, készfertőtlenítő, tisztítószereket kaptak, mert hogy abban az időben még senki nem tudta, hogy ezt hogyan kell kezelni, ezt a vírust. Illetve most is tervezzük őszre egy ugyanilyen tisztasági csomagosztási akciót, mert ez úgy néz ki, hogy újra van igény az idősek részéről. Én hallottam ilyesmit, hogy szépészeti programok is voltak. Ez mit jelent? Megcsináltak a hajukat? Igen. Ez azt jelenti, de ezt kifejezetten idős otthonokkal szoktuk csinálni. Ez egy intergenerációs program. Ez azt jelenti, hogy a Móra iskolával dolgozunk együtt, ahol szakmát tanulnak a fiatalok, és olyan szakmákat, amiket át lehet vinni idős otthonokba. Itt két nagy terület van, egyrészt a szépészet, ugye kozmetika és fodrászokkal szoktunk átmenni, másrészt egyébként másik iskolából a szakácsokkal és a felszolgálókkal, cukrászokkal is dolgoztunk már együtt idős otthonban, együtt sütnek, főznek az idősek. És azzal az a célunk egyrészt, hogy a fiatalok megtapasztalják az önkéntességet, másrészt pedig, hogy az is egy nagyon fontos, hogy beszélgessenek az idősekkel, és azt gondoltuk, hogy már így vezetnünk kell ezeket a beszélgetéseket, hogy beszéljenek, hogy régen a régi fiatalok hogyan fodrászkodtak, milyen technikák voltak, vagy hogyan sminkelték magukat, de ezeket nem kellett aztán beszélgetnünk, ezek teljesen természetesen jöttek. Illetve még tovább mentünk abba is, hogy külföldi önkénteseket is szoktunk fogadni. És hát egy külföldi önkéntes nem tud annyira beszélgetni egy idős otthonba élőkkel, de nagyon nagy sikerrel zajlott egy nagyon egyszerű program. A külföldi önkéntesünk körömlakkozta az időseknek a körmeit, és nagyon élvezték. Nagyon egyszerű önkéntesség, de nagyon-nagyon sokat adott az időseknek. Akkor úgy tűnik, hogy gyakorlatilag teljesen átíveli az összes korosztályt, ugye ez az alapítvány, tehát igyekszik. Az önkéntesség önmagában minden területen jelen tud lenni, tényleg az óvodáktól kezdve, hiszen ott is nagyon sokat dolgoztunk önkéntesekkel, egészen az idős otthonokig bezárólag bárhova tudunk önkéntesekkel programokat, hiszen a múzeumban, színházban és Szegeden önkéntes programjaink is vannak, ahol együtt dolgozunk velük. Tehát magyarul önöket akkor meg lehet keresni ilyennel, jól értem? Akár igen. Most már a jövőben azon gondolkozunk, hogy egy kicsit a vidéki intézményekkel dolgozzunk együtt, hogy megmutassuk nekik, hogy hogyan tudnának önkénteseket beszervezni. Itt már Szegeden azt mondhatom, hogy elég jó kapcsolataink vannak. Persze a lakosság körében szeretnénk még népszerűsíteni, ezért kitaláltuk, hogy panel területeken szeretnénk majd népszerűsíteni az önkéntességet, hiszen nagyon sok idős van, aki beszorul a panelba, és egyébként meg ott vannak az óvodák, meg különböző intézmények, akiknek a kertjét nagyon jól lehetne gondozni, vagy akár van egy olyan intézmény, aki mondta, hogy nekik nagyon nagy segítség lenne, ha az idősek lemennének, és néha csak egy óra hosszát vasalni segítenének például. Ezek nagyon egyszerű dolgok, csak össze kell ezeket kötni, meg fel kell kutatni, és sok idős úgy örül, hogyha valami értelmes elfoglaltságot talál. Még annyit, hogy kérdezzek, hogy ha ennek vége lesz ennek a bolondok házának, és kijöhetnek az online térből, és végre lehet normálisan élni, akkor mi várható, mit terveznek? Vagy ezzel még most nem foglalkoznak? De foglalkozunk, hiszen tervezünk előre. Hát, ami egy nagyon nagy tervünk, jövőre lesz az alapítványunk 20 éves, és jövőre egy jubileumi évet szeretnénk, ahol kifejezetten olyan programokat, ahol egyrészt megköszönjük az eddigi partnereinknek az együttműködéseinket, tehát kicsit így az ünneplésre tennénk a hangsúlyt, másrésztről viszont nagyon sok önkéntes programot szeretnénk csinálni, ahol mindenféle csoportot és partnerszervezeteinket bevonnánk, és együtt dolgoznánk újra. Tehát tényleg a cégektől elkezdve, hiszen vállalati önkéntes programjaink is voltak, az intézményeken, a kórházakon keresztül, a többi civil szervezettel is. Hát nagyon szépen köszönöm, és nagyon jó munkát kívánok. Szerintem ez egy nagyon fontos szegmense a társadalomnak, meg egyáltalán a mi életünknek, amit önök csinálnak, úgyhogy köszönjük szépen. És így érezzük, reméljük, hogy így is van. Köszönöm szépen. Én is.